Orbán Viktor a Békés Csabai Kolbász Fesztiválon elmondotta, hogy csapata semmiképpen sem nyerhet, mert akkor mindenki azt mondaná, hogy miatta történt. Már megszokta, hogy a zsűri mindig lepontozza őket. A zsűri egyik tagja Bajor Imre volt. Kedves Imre, ezt mondd el, hogy ez hogy született a kép? Tehát töltötted a kolbászt. Találkoztál a miniszterelnökkel? Muszáj volt, volt egy kép róluk, ott igen, van a kép. Igen, találtam, én hoztam el, nekem ez be van keretezve. Találkoztam, és beszélgettünk a ti jövőtökről. Az megkezdődött. Hogy volt? Lehet, hogy Pünkös Kassanyar a csapata? Hogy? Úgy van. Nekem, hogy egy este egy híres ember, hogy a Friderikus Sándor, és te is, hát én ki vagyok ide. Az a lényeg, hogy így csinált neki. De miért csináltál így? Azt mondta, Nem, onnan kezdjük. Jó napot kívánok, mondta. Ki? Ő vagy te? Mondom, szervusz Viktor, azt a szervusz. Ki? Nem, a következik. Akarjátok az egészet? Igen, na. Igen. De csak hát képzeljétek el, meghívtak a Békés Csabai kolbász versenyre. De Henrik, milyen alapon? A fesztiválra. Milyen alapon? Te vagy a legjobb meghívtak, mert ott is rám volt igény. Igen. A tölteléknek gondolom. Nem. Kolbász versenyre hívják zsűritagnak, hát szabaló versenyre nem hívhatják, ahhoz nem ér. Na mondjad, hogy én csak volt. Olyan tiszteletbeli zsűritag voltam, mert az volt a lényeg, hogy az ott lévő 6000 embert egy nagyszerű, tőlem megszokható, magas színvonalú föllépéssel elszórakoztattam. Műsor is volt? Igen, műsor is volt, én voltam. És egy gázsért zsűrizés és... Nem, a zsűrizésért is kaptam. Mennyi? Valamit. Hogy? 4 méter kolbászt vért. Nem tudom, de csak januárban kell leüljem. Na most az a lényeg. Nem, egyébként azért van ez a kép, ez arról szól ez a kép. Mi történt? Így, mert azt mondta... Én vagyok Orbán Viktor. Fogja meg, kegyve, mert tiszta kolbász volt nekem. Azt mondták, hogy én elég régóta ismerem az Orbán Viktor. Honnan? Hogy ez is csak... Nem is állt egyetemre. Nem. Rád nem emlékszem. Még a miniszterelnöki beiktatása kapcsán. És akkor... Azt mondták, hogy a miniszterelnök úr, itt van a művész úr. És akkor kivette a kezét abból a sok kolbászkrémből, vagy abból a masszából, és azt mondta, Bajor, hol is hallottam ezt a nevet? Ezt őszintén mondta. Ez nagyon jó humora van. De miért nem mondtad is? Nem, tényleg nem is mondja a magáit, mert magát. És aztán mi volt, hogy na és akkor ez úgy van. Hát eddig ebből egy regényt azért nem tudsz írni. Nem. Ez egy hát attól függ, ki írja meg azért. Ha a Havas megírja, benne lesz az első négy, de vigyázz. Azt mondta a miniszterelnök, hogy ők nem kaptak soha semmit, nem nyertek a kolbászfesztiválon, mert ugye akkor lehetne őket, már a zsűrit, meg az embereket, hogy a részrehajlással vádolni, hát kvázi, ilyen, hogy ilyen a miniszterelnök. De miért gondolja ő azt, hogy mi azt gondolnánk, hogy ő miatta, vagy általa bárki bármi ügyben részrehajolna? Csak nem gondolja, hogy mi tudjuk, amit ő sejt. A Orbán Viktor nem kolbásztört, hogy rosszul láttátok. Ha nem, ő a választási ígéretekhez kerítést csinált. Kolbászból. Meg ennek kóstoltad? Ez egy nehéz... Milyen az Orbán kolbász? Hát most képzeld azt a helyzetet, ha azt mondják... Milyen nekem, finom, hát te őrült vagy. Nem, ne haragudjon már, Bajor úr, kóstolja meg a miniszterelnök úr kolbászat. Hát mondom, ilyen tisztességre nem is számítottam. Hirtelen. Na így áll, aztán csapjál bele, mert nagyon elment. Na mi a helyzet? Ezt ott csinál, miért csináltál? Ők idáig, hogy ő alapító tag a Kolbász Fesztiválon, tehát minden eddigén ott volt, és ők soha nem nyertek semmit az ő csapata, csak egyszer egy ilyen vietnámi malacot. Megkérdezte, hogy milyen, és akkor erre mutattam, milyen a vietnámi malac, ilyen vagy milyen, hogy a... Mondta, hogy... Kacagott ezzel azt hát nem, ezzel nem kacagott, viszont az, hol a kép? Ez itt már nem... És ez viszont... a mosolygó ember ki, a Bulganyin, vagy ki ez itt? Az ember, aki sosem és... nyer úgy szintén, mint ő, de mégis megéri neki vele tőteni. Nem megy már. Nem, ő a zsűri elnöke. Pardon. És kalapba? Ez valami kóser kolbász. Nem érted, hogy a higiénia miatt nem lehetett, csak én is karcsban voltam.
De a miniszterelnök úr nincs kola. Hoztam. De ő nem is. Hoztál. Eleve higiénikus. Tízdek a kolbászba. A miniszterelnöktől nem hoztál? Hoztam. A heti hetesnek nem küldött egy kóstoló? Az a lényeg, hogy a vietnámi malacot, hogy visszatérjek rá. Beledarálta? Ezt még azt mondta, hogy ezt még azelőtt kapták, mielőtt megválasztották volna őket. Igen. Tehát mielőtt még nyert a Fidel. Nem az, hogy zavarosan tört a... Most meg már a zsűri nem tudott adni egy egész húskombinátot, ugye, mert nem volt senki meg. Na de ilyen csüngő hasú kis malacot kapott, amit nem szoktak... Nem csüngő, vietnámi, a szemét utatban. Na de van most ilyen csüngő hasú kis malac. Az a terhes vietnámi malac. Hagyjál már végre ügyeséget. Vietnámi ekkora betövegyel. A vietnámi malac az nagyon okos. Nem hoztál kolbászt, igaz? Hoztam. Hol van? Hogy? Hol? Otthon, ha ma hülyelezek be. Ezért menjünk hozzá. Igen. Mi viszont hoztunk nektek, hoztunk ugye vacsorát. Köszönöm. Mert megjelent egy könyv, ami az evésről szól. Itt van mindent, címlapját is megmutatom. És ma, de ezt vigyázzatok, mert a Szilágyi Jani, a Stáli Jutka, a Kukorelli Endre, a Nagy Kriszta Kereskó. Szóval ez egy nagyon komoly valakik főzték, és most a Gundelbe. Eltettek már Gundel paprikás krumplit? Gundelbe? Hogy jutnánk mi oda tenni? Ez a könyvnek a Bródi Sándor unokája, az Alexander Bródi a mentora ennek a dolognak, és a Farkasház is írt bele, az nem érdekes, de én is főleg. Ja, én pucoltam a hagymát hozzá, mert többieknek büdös volt a munka. Elnézést, egy kérdésem lehet? Savanyú nincs. Hoztál volna az Orbán Viktortól Na, bocsánat, amíg szétpakoljátok, ez is ehhez hát tartozik. Hát a szünet reklám lesz. Dehogy? Pont tegnap ettem. Ettem egy kis lángolt Orbán, de ezt most nem csak egyet. Ezt ja. Most én jól felolvasom. Ne. A heti hetes sztárjai részére, három bögre jeligére. Az október 20-ai adásban tanúi voltunk annak, hogy az egyébként általunk nagyon tisztelt Verebes művész úr nem kínálta meg az egész csapatot konyakkal. Úgy gondoltuk, hogy mivel mindenki megérdemli, küldünk egy pár üveggel. Jaj, de na, az már érdekel. Maradunk tisztelettel és köszönettel a Hévízi hetes ház felszolgálói, zárójel könyvtárosai. Jó, vágyat kívánok. Köszönöm szépen. Jaj, vigyázz, nagyon nagy a víz. Imre, hogy kell társaságban enni kolbászt? Elmondom, Teddy, villával és késsel. És ha nagyon csökkök, ne ide. De bocsánat, akkor már Sándor Gyújt idézek a 80-as évekből, azt mondja, maga egyetét, azt mondja, mivel? Hát úgy könnyű. Jó étvágyat kívánok. Gyerekek. Komolyan egyre kevesebb tányér van? Nincs, mert én nem... Kinyalod a izét, ha vagyok. Aha. Reklám. Egyébként az óriási volt, amikor...